Ma délután meghallgatom, mert akkor is számít a véleménye, ha teljesen más gondolunk a világról. Mert itt tanultam meg, hogy új nézőpontokból születhetnek csak az igazán nagy ötletek. Minden új találkozásban egy új esélyt találsz, és rajtad áll, hogy hova fogsz tartozni életed meghatározó szakaszában. Miért ne lehetne ez a közösség a Műegyetem, ahol több világhírű újítás is született? Emlékszem, amikor arra készültem, hogy milyen lesz majd BM-ésnek lenni. Megpróbáltam elképzelni azt a felelősséget és önállóságot, amivel felkészülök a vizsgákra. Bizonyítani akartam, hogy meg fogom állni a helyem az életben, legyen szó bármilyen feladatról. Vizsga-vizsga után, és érzem, egyre közelebb jutok a céljaimhoz. Autonóm járműirányítási mérnök, gépész, vegyész, építő, építész vagy akár villamosmérnök. Hosszasan folytathatnám a sort, hányféle műszaki szakembert képeznek itt nálunk a Műegyetemen. Vagy sorolhatnám a különböző természettudományi vagy gazdaságtudományi képzéseket is. A Műegyetemen végzettekben közös, hogy az itt eltöltött, felejthetetlen élményekkel és kihívásokkal teli évek után ma már sikeres szakemberek. De az idáig vezető út első fontos lépéseit a középiskolában tesszük meg, amikor arról döntünk, merre tovább. Nem könnyű döntés, de ha úgy gondolod, hogy készen állsz rá, hogy nem csak hazánk, de Európa vezető vállalkozásainál építs karriert, én nem sokat gondolkodnék. A Műegyetem ehhez segít hozzá, hiszen oktatói olyan szakemberek, akik az adott terület élvonalához tartoznak. Nincs távolság a szakma gyakorlása és az iskolapad között. Már kezdő egyetemistaként bekapcsolódhatsz ipari, üzleti és kutatási fejlesztési projektekbe. A friss diplomások egyik hátránya a munkaerőpiacon a gyakorlati tapasztalat hiánya, de nem a BM-n végzetteknek. Már az alapképzésben is szert tehet szakmai gyakorlatra, tapasztalatra, így akár már gólyaként is részt vehetsz meghatározó ipari szereplők munkájában. Gyárakba, üzemekbe, vállalati központokba jutunk el, ahol tapasztalatokat szerzünk például a járműipar, a gépgyártás, az építőipar, vagy akár az infokommunikáció, valamint a pénzügyi szektor digitalizációjának szinte minden területéről. A piaci környezet megismerése nem csak a mérnököknek hasznos lehetőség. Legyen szó akár a természettudományos szakokról, a közgazdász vagy a társadalomtudományi képzésekről, folyamatos kapcsolatban vagyunk nem csak egymással, de megtapasztaljuk, hogy a megszerzett tudás hogyan hasznosul műszaki és üzleti környezetben. Műegyetemen végzett diplomásként hamar fel fog tűnni neked az, hogy milyen hihetetlen előnyben vagy a többi fiatal kollégáddal szemben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghatározó mértékben járult hozzá a magyar gazdaság mai fejlettségi színvonalához, és ezt teszi a jövőben is. A BSC szakok elvégzésével a hallgatók az alapokat sajátíthatják el, a mesterképzés idején szakmájuk készségek szerinti mestereivé válhatnak, míg a doktori képzés a tudomány iránt leginkább elkötelezetteknek szól. Az úton értékes tapasztalatszerzésként szolgálják hallgatóink fejlődését az ipari, egyetemi együttműködési projektek, a kutatócsoportok és az üzleti ötletversenyek, valamint a külföldi tanulmányok is új perspektívákat nyithatnak. Az első évesek egyébként valódi nemzetközi egyetemen kezdik tanulmányaikat, mert az idegen nyelvű képzésekben több mint 70 országból csaknem 2500 diák tanul. A Műegyetem hallgatói a szakmai ismereteken, korszerű tudásokon kívül a technológiai újítások alkalmazásának gyakorlatát, a probléma megoldó képességet és a nyitottságot sajátíthatják el. Leendő hallgatóinknak boldog, sikeres egyetemi éveket kívánok életük ezen meghatározó szakaszában. A Műegyetemen mentorok segítik az elképzeléseid megvalósítását, és biztosítottak számodra az ehhez szükséges eszközök is. Az ösztöndíjak, a pályázatok, a kiválósági központok és a laboratóriumok. Mindezek napra készen, számos nemzetközi ipari szereplővel együttműködésben kialakítva. A BM-n számos olyan ösztöndíj elérhető, amelyek részeként a pályázóknak a témavezetői segítség mellett akár kivételes tanulmányi rend és később külföldi részképzési lehetőség is biztosított. A Műegyetemi Tudományos Diákkori Különdíjak célja például az egyetemi kutatásaikban kiemelkedő hallgatók elismerése. És ez csak egy példa arra, hogy hogyan tudod a benned rejlő tehetséget kibontakoztatni a BME hallgatójaként. Az első fél évettől az utolsóig lehetőséged van készségfejlesztő és karriertervező tréningeken felkészítened magad az élet kihívásaira. Ha ezek a kihívások egyszerre túl soknak bizonyulnak, az egyetem tanácsadással segít túlendülni az akadályokon.
Az egyetemi falakon belül és kívül öntevékeny körök működnek, ahol korábbi hobbiaidnak hódolhatsz, de kipróbálhatod magad új területeken is. Csatlakozhatsz művészeti csoportokhoz, szimfonikus zenekarhoz, kórushoz. A többnyire karonkénti felosztással működő kolik egyébként sokkal többet jelentenek, mint szállást és közösségi életet. Pár nap múlva már nem csak a szállásod lesz a kollégium, hanem a hely, ahol barátokat, szerelmet és olyan bázist találhatsz, ahová mindig fordulhatsz. Te döntöd el, részt veszel a BME önkéntes napján, korizol-e a jegesesten, vagy fejest ugrasz egy igazán nagy buliba, ahol bármelyik hallgatótársaddal összefuthatsz. Nekem az egyetemi sportnap tetszik a legjobban, mert ilyenkor mindenki, de tényleg mindenki oda teszi magát a sportpályán. Pont úgy, ahogy az egyetemi napokon a hazai előadók mellett a külföldi fellépők teszik felejthetetlenné életed meghatározó időszakát, a műegyetemi éveket. A BME Z épületének 10. emelete a valóra várt álmok otthona. Magyarország egyik első egyetemi startup inkubátora, a BME Z10, az egyetemi hallgatók induló vállalkozásai számára, találmányaik, ötleteik megvalósításához biztosít hátteret. A holnap cégtársai nem ritkán a ma évfolyamtársaiból lesznek. Az egyetemi barátság szakmai együttműködésé erősödhet, és az itt dolgozó startupok száma folyamatosan növekszik. Legyen szó talaj nélküli növénytermesztésről, vagy például innovatív megoldásról az energiatárolására, mind a csapatok összetétele, mind az adott téma, amilyen egy-egy startup dolgozik, nagyon változatos. A közösség és a helyszín pedig együttesen garantálja jó hangulatot, és folyamatosan alkalmazkodik az étizet használók igényeihez. Az inkubációs központba beköltözött startupok más-más területen és más-más érettségi szinten dolgoznak, azonban a magas színvonalú technológia, valamint szakmai tanácsadás, melyet az étiz biztosít, minden csapat esetén azonos. Ráadásul nagy szakmai tapasztalattal rendelkező mentorok segítik megvalósítani ötleteinket. A műegyetem jövőformálókat képez, ahol a hallgatók több mint 2 évszázada bizonyítják azt, hogy az itt megszerzett diplomával bármit elérhetsz. Ez a tudás biztos alapja lesz a te nagyra törő elképzeléseidnek is. Te is ide jársz!